Tegnap késő este jelent meg az MSCI féléves revíziójáról szóló dokumentum. Ennek már tudjuk a végeredményét, azaz a magyar részvények benn maradtak a nagy kosárban, illetve a Magyar Telekom a kis kapitalizációjú részvények között. Korábban volt arról szó, hogy esetleg visszakerülne a nagy papírok közé a Magyar Telekom. Ez azonban az szükséges, hogy mind az árfolyam, mind pedig a forgalom jelentősen növekedjen ezekben a részvényekben. Mindez azonban nem független a fundamentumoktól, már pedig az internet adó, illetve a különböző különadók tükrében úgy tűnik, hogy leghamarabb 2017-ben fizethet osztalékat a társaság, hiszen olyan magasan van az eladósodottsági ráta, hogy erre 2016-ban nagyon kicsi esélyt látunk.